Faludi György, búcsú recsktől, részletek. Sosem tartottam recskik testemet külön számon. Én intézkedtem. Most ő intézkedett magától. Megpuhult a szakálla, a bőröm kőkemény lett, és zsibbadoztak benne az idegvégződések. Ha gúzsba kötve ültem, ha talpaltak, ha vertek, 50 kilónyi húsom kis bunkerébe beljebb csúsztam, s fájdalmam tompább lett. És mikor 10 hétig szakadt az őszi zápor, s a víz a hátamon végig csorgott, s bár tudtam róla, érezni úgy éreztem, mintha esővíz folyna a közeli erezbe. Gyomrom, mint a nagy malmok őrlői, megemésztett mindent. Vargányát nyersem, rügyet, mohát, fakérget, a boróka bogyóit, meg az encián édes gyökerét. Ha mozdultam, az izmaimra fékek tapadtak, mivel testem nálamnál jobban tudta, hogy a szabotás éltet, s éhen halat a munka. Kifele zsugorodtam, durvultam, kövesedtem, még forró, láthatatlan kénlángok égtek bennem. Felfogtam minden hangot két Dionysos füllel, de amikor aludnom kellett, megsiketültem. Szemem reflektorfényét soha nem látta senki. Belenyúlt a holtérbe, mint a tengeri rák csápja. S a szaglás. Ott pihentünk, állókép az erdőben. Ha jöttek az ávósok, megszimatoltuk őket 100 lépés távolságból. Vadászokat az őzök. De mit beszéljek erről tovább? Egyszerre lettem extro és introvertált. Érzékeny és érzéketlen. S megtudtam közben azt is, hogy sok tagú testem titokban összeesküdt. Hogy megmenthessen engem, engem mondom, mert azt is megtudtam, hogy még élek, ketten vagyunk. Testembe beletársult a lélek, s bár minden porcikám jó barát, fegyvertárs, testvér, én nem vagyok az összeg, mert több vagyok a testnél. Nem volt tollunk, se könyvünk. Hír és levél nem ért el. Beértük a csajkával, s egy szalmazsák felével. Besúgók és hajcsárok közt éltünk, rúgtak, vertek. Éheztünk, s diderektünk a messzes gödör mellett. Heti 7 napos munka és reménytelen holnap. Összenéztünk, s azt mondtuk, te is élő halott vagy. És mégis, mi tartott a legtöbbünkben a lelket? Akkor még csak sejtettem, most tudom, mit feleljek. Felejtsük el, mert recsk letűnt. De tanuljunk belőle, jobb lett az ország, ha ugyan mi jobbak lettünk tőle. Mondják, a történelem az emberiség emlékezete. Azaz olyan életfontosságú párbeszéd, amely a jelenben élők és a múlt személyiségei, a múlt történései között zajlik. Valóban, a mai megemlékezésnek is ez lehet a legfontosabb célja. Találkozni és megérteni az előttünk járók üzenetét. A földjükön szorgalmasan dolgozó gazdák hangját, akik saját bőrükön tapasztalták meg, mit is jelent pontosan a padlássöprés, mit a kulák sors, és mit jelent a mezőgazdaság szocialista átszervezése. A tisztes polgárok szavát, akik elmesélik, milyen volt a proletár diktatúra demokráciája, milyen volt a társadalomban megbízhatatlan elemként hátrányt szenvedni, milyen egyetemi végzettséggel gyári munkásnak lenni. Igen. Azért jöttünk ma össze, hogy megértsük az előttünk járók üzenetét, a régi nemesi családok keserű tapasztalatát, ők tudják igazán, mivel jár a nép ellenségének lenni, a nép köztársaságában,
mivel jár a kitelepítés. Ők tudják, mivel járt a Hortobágyon a magyar gulák fogjaként szadista őrök kínzásai közepette tűrni és életben maradni. A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípus még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hatalomészségük és gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra ellenességük elképzelhetetlen minden más, nem kommunista ember számára. Ezeket a gondolatokat egykoron Alekszandr Szolzsenyicin, Nobel-díjas író vette papírra. Márpedig ő jól ismerte a kommunistákat, hiszen 8 évig élvezte kényszerű vendégszeretetüket a gulágban. De nem csupán a messzi orosztályban találkozhattunk a kommunizmus embertelen brutalitásával, hanem nap mint nap ország határainkon belül is, akár az Andrássy úti pincékben, vidéken, a padlássöprő pribékek felcsattanó üvöltésében. A mai nap legfontosabb célja tehát ez, találkozni és megérteni az előttünk járók a múlt üzenetét, papokét, apácákét, családapákat és feleségekét, gyerekekét és idősekét, nők és férfiak üzenetét. Nem tudom, hogy elgondolkodtak-e már azon, hogy a marxizmus, mint eszme, miért nem a szülőhazájában, Angliában jutott diadalra? Miért bukott meg már a fogantatás pillanatában, és ráadásul miért éppen azok buktatták meg, akik érdekében létrehozták, az angol munkások? Azért, mert a marxizmus és a kommunizmus az alapvető emberi természetnek mondott ellent, a birtoklás, a tulajdonszerzés, az önálló boldogulás, a felelősségviselés ősi ösztönét. Hiszen a magántulajdonon alapuló társadalom megszüntetését már Marx is kívánatosnak tartotta, akár erőszak útján is. Ez volt talán a kommunizmus egyik legfontosabb tulajdonsága, amelyből egy sor emberiség elleni bűne következett. A másik fontos tulajdonsága, mivel enélkül minden bizonnyal eltűnt volna a történelem süllyesztőjében, hogy nem puszta elmélet volt csupán, hanem cselekvésre buzdító akcióprogram is. Nem csak hirdette az évezredes emberi együttélési szabályokon alapuló hagyományos világ megszüntetését, de szükségesnek is tartotta annak felszámolását. De a harmadik tulajdonságából fakad a legtöbb fájdalom. A történelmet, az emberi közösségek viszonyát végtelenül leegyszerűsítve, folyamatos harcformájában látta és láttatta. Ezt nevezték akkor tudományos megfogalmazással osztályharcnak, amely az emberi kapcsolatok és az összefogás, az együttműködés helyébe a gyanakvás, a mindig lesben állás, az irigykedés és a képmutatást, de mindenek előtt a gyűlöletet helyezte előtérbe. A szeretet keresztényi eszméje helyére a gyűlölet, a zsarnokság legalapvetőbb eszköze lett. Mert bizony Magyarországon zsarnokság volt. Dacára a május 1-én mustáros kolbásznak, a felvonulások színes forgatagában, a csillebérci vagy zánkai táborok kacagásának zsarnokság volt. Zsarnokság volt mindenütt, ahogy azt I. és Gyula írja, egy mondat a Zsarnokságról című versében. Mert zsarnokság ott van jelenvalóan mindenekben, ahogy a régi istenet sem. Mert zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában. Abban, hogy a gyermek dadog az idegennek, ahogy mielőtt súgtál, hátrafordultál. Nem csak szöges drótban, nem csak könyvsorokban, szöges drótnál is jobban,
bénító szólamokban, az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a kedves, mikor jössz haza, kedves. A kommunizmus áldozatainak emléknapján nem kerülhető meg a kérdés, miért nem látjuk még mindig, mind a mai napig a kommunizmus valódi arcát. Miért tartják makacsul magukat azok a meggyőződések, amelyek szerint a kommunizmusnak szép és szent céljai voltak, csak a megvalósulásuk sikerült balul. Miért nem látjuk, hogy az a Lenin, aki korunk divatpólóin díszeleg, ugyanaz a Lenin, aki írásos utasításban kérte, hogy naponta tájékoztassák őt az agyonlőtt papok számáról. Miért nem hisszük a szemünknek, a fülünknek? Miért nem hallgatunk jobban azokra, akik saját bőrükön tapasztalták meg a rendszer világmegváltó tevékenységét? Miért nem fogadjuk el, hogy a kommunizmus az emberiség elleni bűne nem a véletlen műve, nem egyszerűen műhiba, nem is könnyen kiigazítható kisiklás volt? Mert a terror, a megfélemlítés, az egész közösségek elleni gyűlöletkeltés, az ideológia lényegéből, annak velejéből következett. Szolzsenyicin és I. és Gyula gondolatai bennünket, késői utódokat is köteleznek, a múlt helyretételének szükségessége pedig bizony nem csak az évtizedekkel ezelőtt történtekre érvényesek. Mert nem csak úgy a régmúlt, hanem a helyére nem tett közelmúlt is feltámadhat. Visszajárhat, állandóan zavarhatja az embereket, ha nem teszünk pontot a végére, ha nem zárjuk le egyszer s mindenkorra. A szembenézés napja arra kötelez tehát mindannyiunkat, hogy soha ne feledjük a hazugságra, a megfélemlítésre alapozott, az embereket szegénységbe taszító, néhány kiváltságosnak pedig korlátlan hatalmat és jólétet biztosító ördögi rendszer, miként voltak gépkezelők, és voltak, akik mozgásban tartották. De soha ne higgyük, hogy mindenki fogaskerék volt ebben a rendszerben, és mindenek előtt, sőt, mindörökre emlékezzünk a porszemekre. A porszemekre, akik időről időre közé akadtak a kommunizmus hatalmas és embertelen gépezetének, mindent felőrlő fogaskerekei közé, és addig csiszolták, míg egyszer csak a fogak mellé szaladtak, és a gépezet összeomlott, maga alá temetve közel egy évszázadnyi szenvedést, kint és megaláztatást. Tisztelt jelenlévők! A mi dolgunk ma az, hogy újra hangot adjunk a porszemek szenvedéseinek. Emlékezzünk rájuk, idézzük fel sorsukat, és jusson eszükbe az örök igazság, hogy a keresztény ember megbocsájt, ám de nem felejt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Híres kis Magyarországot, visszanéztem délutánon, szememből a könyvi csorul. Búra éden, búva csodán, boldogtalan minden. Nézem a csillagos eget, sírok alatta ebbet. Ja, Istenem, rend egy szállást, már meguntam a újdonságot. Délen napnak a sok
Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, ünnepi emlékezésünkön, Isten igéjének vigasztalásával emlékezzünk mártírjainkra és hőseinkre, akik minden megpróbáltatást vállaltak a hazáért, a szabadságért, a keresztény értékekért. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, a 15. részből Isten igéje vigasztaljon és erősítsen bennünket a mi küldetésünkben. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halálból, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottaknak feltámadásuk? Hiszen ha a halottaknak nincs feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor üres a mi igehirdetésünk, de üres a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Isten ellen tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert a halottak nem támadtak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneikben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha pedig csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül, mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek vigasztalása legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Törökszent Miklós városi önkormányzat koszorúját elhelyezi Markó Imre polgármester és dr. Majtényi Erzsébet jegyző.
Shazam!